Az Albafehérvár légióseinek rotációjában ezúttal Gerald John szorult a lelátóra, az Albafehérvár nélküle is magabiztosan tudott nyerni az atomerőmű ellen. A fehérvári csapat a gyors kosárváltások után 5 pontos előny szerzett a nyitó negyedben, Szabó Zsolt szerezte az Alba kosarainak nagy részét, ennek köszönhetően végül az Alba 25-21-re be is húzta a nyitó 10 percet. A második negyedben is a hazai csapat bizonyult termékenyebbnek, igaz, jóval kevesebb pont esett ekkor, mint a nyitó 10 percben. A fehérvári csapat előnye a 15. percben már elérte a 10 pontot is, igaz, innen vissza tudott jönni a vendéggárda, 40-30 után felzárkóztak. A szünetbeli 43-35-ös állás Supula Zoltán utolsó másodperces triplájával alakult ki. Az Albafehérvár a harmadik negyed elején állandósítani tudta a 10 pontos előnyét, azonban a meccs hullámzott tovább, és ismételten feljött az atomerőmű, 49-44-nél ismét reménye támadta a Paksi gárdának az egyenlítésre. A negyed utolsó 4 pontját az atom szerezte, 55-51-jel kezdődött az utolsó felvonás. Az Albafehérvár itt már nem adott teret az atomerőműnek. A hazaiak egy 7-0-ás etappal kezdték meg az utolsó 10 percet, így ismét nőtt a különbség. Kevin Smith a kaposvári meccshez hasonlóan ezúttal is az utolsó negyedre tartogatta pontjai nagy részét, az Albafehérvár egyre magabiztosabbá duzzasztotta előnyét. Az atomerőmű mindössze 8 pontot szerzett az utolsó felvonásban, szemben a fehérváriak 23 egységével, az Albafehérvár így magabiztosan 78-59-re nyert bajnokin, és lélektani előnnyel készülhet a két csapat szombat magyar kupa elődöntőjére, melyet Pakson rendeznek.